A Pálos Rend magyarországi tartományfőnöke Máté Tibor Péter 1926-ban született. Tanulmányait Pécsett a Jezsuita Pius gimnáziumban, majd a Nagyváradi Tisztiskolában végezte. 1947-ben döntött úgy, hogy a Pálos szerzetesek életét kívánja követni. A Szikla kápolnámnál állandó gyóntatás volt. Mindig valamelyik atya kinnült és gyóntatott. És oda mentem az egyik atyához, egy fiatal atya volt, a Ferenc atya, és mondtam neki, atya, én most nem gyónni akarok, hanem szeretnék érdeklődni, hogy hogyan lehetne a szerzetbe belépni, vagy milyen föltételei vannak. Ez azonnal karon ragadott engem, bevitt, és hát amit én féltem, hogy majd a szerzetesnek kell venni, akkor valamilyen jámbor képet kell ottan csinálni, az emlék mondta, hogy én képtelen vagyok, és akkor elküldenek. Hát láttam, hogy ez az atya éppen nem olyan volt. Különben ő volt az, akit aztán az 50-es években felakasztottak, és hát mint vértanúja van a rendünknek, a Vezé Ferenc atya. És ami megfogott, különösképpen az fogott meg, hogy nem volt otthon a tartomány főnök, és bevezetett az irodába, és megmutatta, hogy az irodától nyílik egy kis, kétszer hármas, vagy kétszer egész kis szobás, ez a tartomány főnöknek a cellája. Na, hát azt mondom, hogy én tovább már nem megyek, hogy a tartomány főnök ilyen egyszerűen igénytelenül él, akkor én nem akarok már tovább menni. Pécsett volt akkor is a növendékeknek a kiképzőhelye a rendben. Ide jöttem szeptember 5-én pontosan, 1947 szeptember, tehát 50, most már 4 éve. Akkor léptem be a Pálos Rendbe. Egy érdekesség, ami kedves emlékem elő a belépésről, hogy ott kofferekkel várakoztam a buszra, nem mertem taxit rendelni, mert mondom, mit szólnak ott, hogy ilyen szerzetes jelölti taxival érkezik be a kolostorba. Különben az első kérdés a priornak az volt, mikor megérkeztem, hogy miért nem taxival jött. De nem ez az érdekes az egészben, hanem amit ott várakozok, jött egy régi jezsuita tanárom, a Páter Adamski rajztanár volt, és kérdezi, hogy hát hova megyek. Ugye? És akkor mondtam neki, hogy föl a Pálosokhoz, most lépek be. Ő tudta, hogy én katonatiszt voltam, minden tudott van. Hát majdnem elsírta magát, és akkor a következő szép mondatot mondta, ami azóta is úgy bennem van. Tudja, ha sokszor meg fogja bánni ezt a lépését, de mikor olyan öreg lesz, mint én, akkor nagyon boldog lesz, hogy megtette. Hát szoktam mondani, hogy hát most én is elérem az Adamski Páternak az éveit, de még eddig nem volt sikerült megbánnom egy pillanatra se, hogy ezt választottam. Tehát ennyiben a jósolása nem vált be. Na most egy évig úgynevezett noviciusnak kellett menni, próbaidő. Nekem könnyű volt nagyon, mert hát a katonai fegyelem után a noviciátus az nem nagy terhet volt rám, engedelmeskedni megtanult az ember, fizikailag hát jó próbára tették az embert a katonai iskolába is, tehát az se számított, pontosság, tehát ezek mind olyanok voltak, ami nekem nevetve csináltam, úgyhogy nem okozott különös problémát. Többen, akik próbálkoztak, azok ott hagyták, mert rádöbbentek, hogy egy kicsit túlméretezték az elképzeléseiket. A beöltözésem napján akkor pontosan volt itt egy nagy ünnepség a Pálosoknál, a Mária szobor, ami ott áll a Pálos templom előtt, ennek letörte valaki éjszaka a kezét. És egy nagy engesztelő zarándokolatot rendeztek, és akkor a saját generálisunk Csenztovább is itt volt, nem a zarándokolatra jött, és ő öltöztetett be, és mivel ő Péter volt a neve, Markievics Péter, ezért nekem is a Péter nevet adta, mert nálunk mindenki kap egy új nevet. És saját nevét adta. A noviciátus után fogadalomtétel után pedig a teológia következett, amit hát 2 évet végeztem itt a pécsi teológián, ami annyit jelentett mi nálunk, hogy fönn voltunk a kolostorban, éltük a szerzetes életet, közben lejártunk előadásokat hallgatni, meg vizsgázni. És 1950-ben, akkor június 10-én megjelentek az államvédelmiek,
egy éjszaka itt a kolostornál, és egy kis táskával valót hagytak csak magunkkal vinni, és lepányvázott teherkocsikkal elvittek bennünket internálni. Én pontosan akkor készültem a másnapi dogmatika vizsgára, és kicsit előbb befeküdtem, és egyszer csak ott állt fölöttem a házfőnök, meg két fiatalember, ugye, és mondta az atya, hogy ávósok, azonnal keljek fel. Kaptuk egy papírost, hogy kényszer tartózkodási hely, Vác. Hát mire gondol az ember Vácnak, csak a börtönre, ugye? De hát nem az volt belőle. Útközben volt egy kedves jelenet, ezt már többször elmondtam, ami úgy bennem erősen megmaradt, hogy hárman voltunk ilyen fiatalok akkor, két novicius, és hát meg én, hátul ültünk a lepányvázott kocsiba, két rendőr volt velünk, elő pedig két ávós ült a rendőr gépkocsi vezető mellett. Hát már azt untuk azt az éjszakai kocsikázást, és elkezdtünk vicceket mesélni. És ez az ávós meghallotta, hogy valahogy a viccet, megállította és elkezdett kiabálni, hogy mit képzelnek maguk, hova megyünk mi, kirándulni visszük magukat. És akkor mondtam, hogy hát olyan mindegy, legfeljebb vértanúk veszünk. Hát olyan mérges lett, hogy az nem igaz, a végre láttam a mérges embert. Hát Vácra vittek bennünket a püspöki palotába, a Pétervi püspök úr abban az időben a legkiállósabb püspök volt, és mindegy, ő rajta akartak bosszút állni, ami 350 körül, és pontosan nem tudom a létszámot, ugye annyi szerzetes férfi vagy nő lett összezsúfolva a püspöki palotába, többek között a pécsi Notre-Dame apácák is ott voltak. Hát mi a könyvtárban kaptunk itt szalmán elhelyezést, és augusztus víze felé egyszerűen kijelentették, hogy mindenki menjen, amerre lát. Hát mi hárman megint csak olyan nagyon vagányok voltunk, és mondtuk, hogy nekünk nincs civil ruhánk, azt mondták, abba kell öltözni, azt mondták, hogy ez csikos. Hát aztán hamar lett akkor civil ruhánk nekünk is, és akkor hát mindenki mehetett, amerre tudott. Itt van azonban egy Vácon, egy nagyon szép jelenet, amit érdemes hogy fölidézni. Mindenáron arra akartak bennünket rábírni, hogy már is se tudom, hogy miért igazában, hogy írjuk alá, hogy önként lépünk ki a szerzetből. Hát ilyen nincs, nem lehet kivépni, mert egy örök fogadalma szerzetre csak Róma engedélyével léphet ki a szerzetből, hát nem az ávósoknak a kedvéért lépünk ki. De hát egyik alkalommal összegyülekeztettek bennünket így éjszaka megint, és egy ávos tiszt tartott egy nagy beszédet, hogy ő nagyon jó akarattal van irántunk, és felajánl mindenkinek, aki hát aláírja ezt a végzettségének megfelelő állást, és azonnal szabad lesz. Ha pedig nem, akkor jó akarattal mondja, nem tudja, hogy mi lesz vele, aki nem írja alá. Akit nem érdekel, az fölmehet a körletbe. Egy perc múlva nem volt ott senki se. Nem. Mindenki ott hagyta. Na és akkor az volt a helyzet, hogy Pécset a virágpüspök úr kettőnket, egy másik testvér, aki novicius volt, és most már első éve került, én meg a harmad éve feketébe, tehát világi kispapnak felvett bennünket, mondván, hogy ki tudja, hogy alakulnak majd a dolgok, és nem tudtuk, hogy tényleg hogy lesz a jövő, felvett bennünket, ott szépen a harmad évet el is végeztem. Azonban jött a harmad évnek a húsvétja, az 51 húsvétja jött, amikor Budapestről elvitték az atyáinkat, az összeset, és két napra rá a pécsi atyát is, Ákos atyát is elvitték, és én itt maradtam, meg az a testvér is, az a teológus testvér a teológián. De hát jött a nyár. És bennem nagyon nagy volt a pálos rendület, és azt mondtam, hogy itt valakinek itt kell maradni a pálos templom, vagy a pálos gondolatot föntartsa, és megkértem az akkori lelkészt, a Görgényi professzor urat, aki megkapta a templomot, hogy ő lássa el, hogy itt maradsa csak sekvestésnek. A szemináriumban laktam, és sekvestéskedtem. Egyik este hazafelé mentem a szemináriumba, és a portás az egy csendőr főtörmester volt, és hát mivel én katonatiszt voltam, nagyon összebarátkoztunk, és mondja, hogy úgy, Péter testvér, itt volt a rektor úr,
azt mondta, hogy nagyon félti magát, mert nem tudja, hogy mi lesz a sorsa magát, hogy biztos elviszik. Mi nevettünk rajta, hogy éjszaka 2 vagy 3 lehetett, nem tudom pontosan, ez csak a Pista bácsi ott állt az ágyam fölött, és mondta, hogy Péter testvér, azonnal tűnjön el. Itt voltak az ávosok, kérdezték magát, én azt mondtam, biztos fönn van a pálosoknál, egy hete nem láttam. Akkor kiugrottam az ablakon, és kimentem egy ennek a testvérnek, aki otthon volt, kis herendi fiú volt, a Balogh Béla, és kimentem azokhoz, bejöttünk ketten Pécsbe, és mondtam, hogy menjen be a szemináriumban, érdeklődjen meg, hogy mi van, mint hogy nem tudna semmit. Bement, és hát rettenetes félelemmel fogadták, mikor kérdezte, hogy én már mi van, már volt házkutatás utánam, és hát, hogy mi van velem. Hát ő mondta, hogy nem tud semmit. Na, és akkor hát visszajött. Na most itt jött az életemnek egyik legnagyobb válságos órája, mert arra gondoltam, akárhova megyek, mindenkit bajba keverek. Az ávosoknál jelentkezzek. 3-szor megkerültem az államvédelmit, most a rendőrség van ottan, meg kell, hogy feladjam magamat. Aztán végül úgy döntöttem, hogy nem. A nagybátyám szintén erdész volt, nagy erdész familia volt a miénk, az kint volt Hékút pusztán, Ivegszentsen mellett, egy pusztán, és egy ilyen kis dombocskának a tetején volt az erdészház, 3 szobájuk volt, és a 3. szobában éltem én 3 hónapon keresztül, úgy, hogy még a cseléd lány, aki följött segíteni, 2 öreglány nagynéném volt, és egy agveri nagybátyám éltek együtt, még az, a cseléd lány se tudta, hogy én ott vagyok. Ilyen eset is előfordult, hogy éjszaka mentem ki mindig sétálni, levegőn is vegyek a kertbe. Másnap jött a csevédvány, és mondta, hogy kisasszonyok, valaki járt a kertbe, és akkor mentek kikeresni, hogy milyen csodálatos nyomok vannak itten. Hát aztán elérkezett a szeptember, és én úgy éreztem, hogy most már elég volt a bujkálásból, meg hát megindul a teológia, nekem vissza kellene jönnöm. De úgy megijedtek tőlem a tanárok, hogy azóta volt még házkutatás, hogy hát láttam, hogy ide nem lehet visszakerülni, sehogyan sem. És akkor nagyon keresték abban az időben a bányászt, a Széncsatának a hőseit, ugye? És akkor jelentkeztem a bányába, Pécsbánya telepen. Annyit kérdeztek a fölvételni, hogy hol dolgoztam eddig, mert az munkakönyvet is abban az időben az üzem adta ki még. Mondta, hogy otthon. Beírták, hogy 6 elemim van, nem kérdezték meg, hogy mennyi iskolám van. És úgyhogy ott dolgoztam 2 esztendőt, mint csillés, meg később már segédvájárként, és kaptam 2-szer hűségjutalmat, 1-szer jutalmat külön életmentésért, de volt egy nagy szerencsétlenség a Pécsbánya telepen, pontosan nem tudom megmondani, hogy hány halottal, és akkor a rendi vezetés, aki titokban azért működött ám tovább is, a rendi vezetés az azt mondta, hogy hagyjam itt a bányát, és abban az időben nem lehetett ami munkáját ott hagyni, vagy így, hanem én le voltam szerződve, most akkor 2. esztendőjében, amikor letelt a szerződés, akkor 1 napot sem volt szabad tovább dolgozni, mert akkor már állandó munkássá vált az ember. Ott hagytam, és Pestre mentem fel dolgozni egy bádogáru gyárba, Babér utcába. Először kocsirakodó voltam, utána pedig hát ilyen betanított hegesztő. Na most a közben azonban Pécset, kaptam engedélyt a püspök úrtól, hogy teológiában levizsgázhatok. Mindig úgy, hogy egy tantárgyban, amikor kész vagyok, akkor szóljak a rektornak, meg a tanárnak, és akkor előttük vizsgáznak, és beírták az indexbe. Hát én tanultam éjjel-nappal, amikor nem kellett dolgozni, és kaptam egy ekcémát, a vizes gurítók voltak, hát olyan helyen is dolgoztam, kaptam egy ekcémát, az megvakarta az ember, akkor 2 hétre kiírták. És akkor azzal tanultam ilyen nappal, és akkor így mindig. Úgyhogy mivel 2 év letelt a bányamunkában, meg volt minden vizsgám az énekvizsgát kivéve.